Fokozódik a helyzet, elvtársak. Lassan ideje, hogy munkához kezdjen a szuverenitásvédelmi hivatal. Somogyi veszélyt jelent a rendszerre. Listára vele. Számos város után Kiskörös a legújabb helyszín, ahol a hatalom gátolja, hogy találkozzak veletek. Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk. Gyere, Somogyi, elintézem, hogy felléphess Kiskörösön, csak a közönséget nem engedjük be. A cenzúra működik. Nesze neked jogállam, nesze neked szólásszabadság. Jaj, de aranyosak azért, az már nagyon sokat elárul róluk, ha egy humoristától is rettegnek. Hát eddig legalább mondhatni kreatívak voltak. Mindig kitaláltak valamilyen átlátszó, béna kifogást, hogy miért nem léphetek fel. De most már nem köntörfalaznak. Kerek perec megmondják, hogy téged itt nem engedünk fel a színpadra. Mindezt azon a Kiskörösön teszik, ahol a szabadságharcos költő Petőfi Sándor született. Hát lehet, hogy a Kiskörösi önkormányzat falára ki kéne tűzni a 12 pontot. Ráadásul Petőfi nevét viseli a művelődési központ is. Javaslom, hogy ezek után nevezzék át Kim Jong-un művelődési központra. Szegények, hát nem tudják, hogy egy közintézményben szeretnék előadást tartani? Ami nem magántulajdonban van, és az adófizetők pénzéből működik. Tehát nincs joguk meggátolni, hogy előadást tartsak. De persze megtehetik, ez a csodálatos ebben a demokráciának hazudott diktatúrában. Csű, visszaköszönt a Kádár korszak. Na de ne csodálkozzon az ember, ha volt MSZMP-sek vezetik az országot. Itten nem lehet csak úgy Orbán Viktort parodizálni. Ide ilyen ellenzéki csengésű hangok nem kellenek. Pláne, hogy a Kövér Laci megmondta, hogy az ellenzék nem a magyar nemzet része. Magyarán, aki nem a Fideszre szavaz, az nem magyar. És hát milyen érdekes, hogy pont Kiskörösön tartott Orbán beszédet, március 15-én kordonok közé zárva, gondosan kiszűrt közönségnek, golyóálló mellényben, felolvasva a Lánci Tamás által írt Goebbelsi propagandát Petőfi háza előtt. Ezzel aztán csodálatos emléket állítva Petőfinek. Hiába írunk 2024-et, és hiába vagyunk EU-s országként Európa közepén, a híveket egyáltalán nem zavarja a cenzúra. Nagyon helyes, hogy nem engedik ide a Somogyit, és ne is jöjjön ide! Hát aki elmegy egy ilyen előadásra, az meg nem is magyar. Hát hallom, hogy a gazdánkat csúfolja az Orbánt. Hát normális ez. Hát tudja már, hogy kivált csúfolódjon. Én aztat, aki kittizálja a ráncát, börtönbe zárnám. Hát mi baj a Viktorral? Hát az a rendes ember. Hát most engedett szabadon 2000 embercsempészt. És elég nagyvonalú is, mert a külföldieknek is munkahelyeket teremt a aksi gyárba. Úgyhogy én azt mondom, maradj soká, Viktor. Hajrá, Kiskörösi műfáz. Hajrá, Fideszes szabadság. De várjál már, most, hogy így jobban belegondolok, most már értem, hogy miért nem léphetek fel Kiskörösön. Hát én nem vagyok akkora művész a rendszer számára, mint Gáspár Győző, akit Szijjártó Petyi miniszter és Novák Katyi köztrágyasági elnök levélben köszöntött föl a születésnapján. Hát akar, hogy nézem, nem tudom elolvasni. De fidesztákként nem is kell tudni. A Novák Katyi sem olvas el, amit aláír. More, én nagyon büszke vagyok erre a köszöntésre, mert ha ilyet, nem kap a makar ki, csak a Fidesz VIP tagozata. Csupa művész, tudós, mint a Falsi Ádám, Kisgrofó, Tóth Gabi, meg én. Mi vagyunk a Fidesz kulturális tagozata. Aki nem volt még békemeneten, az ne várjon köszöntést ilyen nagy emberektől. Én ott vonultam a békemeneten az első sorba, közben a Molinó mögött, meg simogatta a seggemet a Bajer Zsóti, meg a fülembe súgta, hogy szeretem a bőröd illatát, more. Majd ha ti is ezt átélitek, akkor lesztek valakik. Azért hála Istennek, a Szijjártó Aksis Peti miniszternek, a Győzike köszöntése mellett még arra is volt ideje, hogy kikapcsolódjon egy kicsit. Elment egy Neoton Familia koncertre. Megnézte élőben Éva nénit. Voltam közös fényképezkedés is. Mint kiderült, közel 100 000 forintos pólóban pózolt Éva néni mellett, ez a kis tarajos lisztkukac. Legalább végre fel tud mutatni valamit, ami értéket képvisel. 100 000-es póló, mi az? Hát mit kell irigykedni, Lipsik? 100 000 egy pólóért, amikor 177 000 forint a minimálbér? Na bum, több is veszed felcsútnál. Jaj, meg mondta az Éva néni, hogy annyira szereti a Petyit. Mert az annyit dolgozik értünk, annyit röpköd. Ha persze, valakinek nyalnia kell a keleti despotáknak, meg el kell adni az országunkat a kínaiaknak. Takap!
Jöjjenek el a Somogyi András önálló esteire, ahol nem csak politikai humor, hanem celeb paródiák és mindenféle történetek lesznek. Mondom, hogy hol léphet fel. Nyíregyházán, Tatabányán, Gödöllőn, Komlón, Pécsen, Tapolcán, Vácon, Szentesen, Budapesten, Egerben, Nagykanizsán és további városokban is. Jegyek és további helyszínek a tixa.hu per Somogyi András oldalon, és iratkozzanak fel a YouTube csatornájára is. Na igen, YouTube? Ott még beszélhet? Hát már nem olyan sokáig, mert lehet, hogy megveszem osztott is, és akkor már nem fog. Hallod, Andi? Megveszem a YouTube-et. Marha.